Jó napot, jó estét a heti jégbüfé nézőinek, Lampert Mónika a vendégem, akire önök is nyilván emlékeznek, belügyminiszter volt annak idején a szocialista kormányzás idején, illetve az koalíciós kormányzás volt, de ez most mindegy, SZDSZ-el koalíciós, aztán kitöltött egy ciklust, hogyha jól emlékszem, tehát 4 éven keresztül volt belügyminiszter, önkormányzati és területfejlesztési miniszter is volt utána rövidebb ideig, majd végül szociális és munkaügyi, az volt az utolsó. Tehát 3 tárcát birtokoltál rövidebb, hosszabb ideig, és én bevallom őszintén, hogy az jutott eszembe. Mindenkiben egyébként a belügyi tevékenységed maradt meg, mert az volt annyira szokatlan, Magyarországon szokatlan, hogy a belügyi tárca az azért egy ilyen vonalasabb, rendőri asszociációkat keltő foglalkozás, azt vezetni, azt a tárcát, és az, hogy nő csinálja, az Magyarországon kívül ugyan létező, de Magyarországon azt hiszem teljesen unikális volt. És azért kértem, hogy gyere ide ma, mert meg szeretném veled beszélni, hogy miniszterként és házasként a hozzátartozód, a hozzátartozó férfi azt hogy viselte, hogy te, hogy mondjam, csak sarzsiban fölötte vagy, mert ügyvéd volt a férjed, most is ügyvéd, igen, ha jól emlékszem. Igen, jó estét kívánunk, hát köszönöm szépen az érdeklődést. Lehet, hogy az lenne a, igen, el is hitelesebb, már igyekszem hiteles dolgokat mondani, hogyha őt kérdeznétek meg, de hát ő nem vállalt média szerepléseket, és ezt megtartja, ezt a szokását. Most is ügyvédként dolgozik, ebben az évben leszünk 44 éves házasok. Akkor ezelőtt, mikor volt ez, körülbelül ilyen 17-16 évvel ezelőtt voltál belügyminiszter, most ezt fejből luttam. Több mint 20. Több mint 20, pláne. De hát azért emlékszel rá, hogy akkor hogyne, hogy viselte, hogyne, ezt a dolgot. Mert... Hogyne. Hát először is maga a döntés, talán ha nem baj, hogy egy lépéssel visszamegyek, tehát az a döntés, hogy én országgyűlési képviselő jelöltként indulok, és hogy országgyűlési képviselő leszek, az igényelt egy családi döntést és megbeszélést, hiszen 2 gyerekünk van, akik akkor kicsik voltak. Tehát András fiam akkor kezdte az általános iskolát, amikor én országgyűlési képviselő lettem, és mi Kaposváron értünk, de azért az nem egy egyszerű dolog, hogy egy 6 éves és egy 12 éves gyerek az úgy él Kaposváron az édesapjukkal, hogy közben én az időm nagyobb részét Budapesten töltöm. És hát ebből is látszik, hogy az én férjem egy bölcs ember, mert amikor jött a fölkérés, hogy én induljak el, és ezt 94-ben lettem én képviselő, ugye Horn kormányát, akkor azért látszott, hogy a szocik nyerni fognak. És nagyon valószínű volt, hogy mandátumot szerzek. És leültünk ezt megbeszélni a férjemmel, akkor ő a következőt mondta. Én látom, hogy te ezt szeretnéd. Hogyha te ezt szeretnéd, akkor én ebben támogatni foglak téged. Mert ha most azt mondom, hogy én a 2 gyerekkel itthon nem tudom megszervezni az életünket, és te úgy döntesz, hogy a család az első, és itthon maradsz, és a gyerekekkel végzed tovább a munkádat, jogászként dolgoztam a közigazgatásban, akkor te mindig bosszankodni fogsz, amikor látod, a tévében szerepelnek az emberek, és csinálnak ezt, meg azt, meg mondanak ezt, meg azt, eszedbe fog jutni, hogy te ezt jobban csinálnád, ahogy ismerlek, mondta a férjem kedvesen, és akkor ebbe a mi házasságunk tönkre fog menni. Tehát ebből látszik, hogy egy milyen okos ember, és akkor utána jött a következő lépés, amikor miniszter lettem, nehéz volt. És még mindig Kaposvárról járkáltál fel? Tehát igen. Végig csináltál egy ciklust úgy, hogy... Igen. Hát Kaposvár város megválasztott képviselője voltam 20 évig. De azért az, ja, igen, az igényli azt, hogy ott legyen a persze, képviselő, hát az emberek igénylik azt, hogy elérjenek, fogadórákat tartottam, rendezvényeken voltam ott, és hát 2002-ben én ezt a legnagyobb politikai sikeremnek tartom, egyedül az országban. Ugye akkor még 2 fordulós volt a választás, második helyről tudtam fordítani, és megvertem Szita Károlyt, és elhoztam a mandátumot. Mm-hmm. Ez egy szép eredmény volt. És akkor előtte már, ez még nem volt akkor nyilvános, de Megyesi Péter már előtte fölkért ennek a tárcának a vezetésére, és nyilván, hogy ezt a családdal meg kellett beszélni.
És a férjem... Miben voltál te a legjobb, hogy Megyesinek eszébe jutottál? Hát ezt egyszer kérdezd meg tőle, de én persze megkérdeztem. Mert nagy tülekedés ment a belügyi tárcáért. Most nem fogom felsorolni a neveket, talán egyet, mert Isten nyugosztalja Toller Lacit, ő is nagyon szeretett volna belügyminiszter lenni, meg még sokan. És én egyszer megkérdeztem a Megyesitől, hogy miért engem választott. És azt mondta, hogy aki szóba került, én azt megkérdeztem, hogy mit szeretne csinálni. És akkor Megyesi ezt mondta, és akkor te kerekre nyílt szemmel elmagyaráztad nekem a közigazgatási reformot. Ott volt a fejedben az egész, tényleg én nagyon akartam, engem a közigazgatás érdekelt. Én tudtam, hogy a magukra hagyott kis faluk, azok nem fognak tudni jól működni ebben a közjogi konstrukcióban, ezért találtam ki a kistérséget, hogy hogy lehet színvonalas közszolgáltatást, aprófalvas település szerkezet, ugye Somogyból volt nekem tudásom, tapasztalatom. És hát én ezt nagyon-nagyon lelkesen akartam. És azt gondoltam, ez nagyon nagy butaság volt így utólag, hogy hát ott van majd az országos rendőrfőkapitány, azt tudja, hogy mit kell csinálni így a rendőrséggel, és akkor az úgy el lesz valahogy, én megvezénylem a közigreformot. Hát persze nem így volt, mert az energiáim nagy részét a rendészet vitte el. És azt élvezted? Az elején nem. Úristen, milyen gyönyörű az a belügyminisztérium, ha még egyáltalán ott még abban vannak van, a rotváltéren? Igen, igen. Az egy nagyon szép épület, csak érdekességként mondom, hogy van egy úgynevezett kristályaula, aminek a felújítását azt megtervezte még az első Orbán kormány alatti elődöm, Pintér Sándor, aki elődöm is és utódom is, de akkor nem volt pénz arra, hogy ezt folytassák, pontosabban zárolták ezt az összeget, mert a Pintér, ezt hozzáteszem korrekten, nem akarta már elkölteni. És akkor én ott körülnéztem, és azt mondtam, hogy most azzal kezdődjön az én miniszteri munkám, hogy felújítatod az épületet? Hogy megállítom ezt a felújítást. Ja, és akkor azt mondtam, hogy tessék a pénzt megkeresni valahogy, és akkor befejezték a felújítást. Gyönyörű szép az a... Tehát biztos, hogy te is arra emlékszel, hogy ott voltál ebben a kristályaulában, gyönyörű szép. Úgyhogy így indult. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy az... Egyáltalán női mosdó volt arra felé. Persze. Persze, volt meg a miniszteri irodának az oldalából nyílik egy ilyen külön kis privát mosdó. Az kétségtelen, hogy amikor először oda bementem, akkor jó derültem, mert a polcon találtam egy borotva havot, és akkor mondtam, hogy ezt elvihettik, arra nem lesz szükség. És kicserélted a smink tükörre, hát például, a borotva habos flakont. Na, úgyhogy az elején azt én tapasztaltam, hogy a rendőrséggel, meg a rendészeti szervekkel, a tábornokokkal kapcsolatban, hogy ez egy nagyon macsó világ. És volt olyan rendőrtábornok, aki egyszerűen nem tudta azt megemészteni, hogy egy szoknyás parancsol. És volt olyan is, hogy és te tudtál parancsolni? Az elején nem, mert én megmondom őszintén, én szeretek csapatban dolgozni, de vezetőként. Én szeretek vezető lenni, én szeretem, ha az enyém a lehetőség és a felelősség, hogy megmutassam ezt. Azt hiszem, életemben először hallom én ezt, hogy szeretek vezető lenni. Még senki nem mondta ezt nekem. Szerettél vezető lenni? Szeretek. A 3 éves korom óta. Akkor volt először az óvodában, elmondtam az óvodnénének, hogy nem jól van a babzsák sánc. És azt máshogy kéne csinálni. És ezt végig kísért nem a babzsák sánc, általános iskolában is. Én tülekedtem azért, hogy én legyek az ősvezető, mert én szerettem vezetni, én szerettem kitalálni, hogy legyen, és utána azt megszervezni. És én viszonylag gyorsan vezető lettem a munkahelyemen is, a közigazgatásban, tehát én még nem voltam 30 éves, amikor már vezetőbeosztást töltöttem. Csak hogy mellékesen mondom, hogy az állami igazgatásnál, mert annak idején így hívták a közigazgatást még az egyetemen, ugyanazon az egyetemen, ahova én is egy kicsit korábban jártam, annál borzalmasabbat én nem tudtam elképzelni magamnak, mint hogy azt meg kellett tanulni. Állami igazgatás, általános rész, különös rész, Jézus Máriám, állami szervek rendszere, egymáshoz való viszonyuk. Mit csinál a jegyző? Mit csinál, akkor még nem is jegyzőnek, hanem VB-titkárnak hívták. Szóval én magam kis hián, ha nincs ott egy nagyon édes Csatári József nevű Bubu becenévre hallgató évfolyamtársam, akkor nekem nincs diplomám. Ő volt az, aki belém rágta azt, amiben te szerelmes vagy.
Mert valószínűleg közelebb álltál a dologhoz. Nekem Csatári Búbú megmutatta, hogy ez mi a gyakorlatban. Az egyetemen ezt nem tanulja meg az ember. Tehát, hogy olyan szavak repkedtek, amiket fájdalom volt megjegyezni, és semmihez se kapcsolódott. De most te meg valahogy eleve tudtad, hogy az mindig csoda. Ennek két oka van. Az egyik oka az, hogy az én szüleim a tanácsnál dolgoztak, hát az akkori államigazgatásban. És én szó szerint így az anyatejjel szívtam magamba, hiszen akkor még csak 3 hónapot lehetett otthon az anyuka, és az én anyukám az visszament dolgozni, és a nagymamám, aki otthon volt velem, amikor én baba voltam, az naponta 2-szer bevitt szoptatni a tanácsházára. Tehát ez, hát akkor így volt, hát már nem vagyunk már 20 évesek, most a fiataloknak mondom, hogy akkor még nem volt gyes, meg gyed, meg ilyesmi. De a másik oka pedig az, hogy az államigazgatás, és ezt is kevesen tudják, hogy az államigazgatás feje az a kormány. A végrehajtó hatalom feje az a kormány. És ez a dolgok irányítása, formálása szempontjából ez egy óriási hatalom. Tehát az, hogy például a közigazgatást melyik állam hogyan használja, hogy a demokratikus szabályokat betartva, de mégiscsak él az eszközrendszerrel, vagy úgy használja, ahogy ma Magyarországon Orbán Viktor használja, hogy mindent elfoglal, hogy mindenütt az ő emberei ülnek, hogy az övé az ügyészség, az övé a bíróság, gondolja, én bízom benne, hogy azt talán még nem, de az alkotmánybíróság az övé, a rendőrség, a teljes végrehajtó szervezet mind az övé. Tehát azért ez egy nagyon érdekes és izgalmas dolog. Államigazgatásra tette az országot. A kormány, vagy közelebbről a kormány feje irányít. Hát igen. De így a dolgok sokkal egyszerűbben intéződnek. Miközben ugye mi azt tanultuk, hát nem tudom mennyire, de végül is az utóbbi 30 évnek ez volt az eszmerendszere, hogy a szubszidiaritás, vagyis hogy minden ott intéződjön el, ahol felvetődik az, amit el kell intézni, az volt az az elv, aminek jegyében szervezni kellett volna a közigazgatást. A szubszidiaritás elve az egy elv több közül. Én egyébként híve vagyok a szubszidiaritásnak, amit hogyha a tartalma pontosan az, amit elmondtál, de hogyha én 6 évig tanítottam a helyi önkormányzatok című tantárgyat a Közszolgálati Egyetemen, és a hallgatóimnak, amikor ezt a nehéz idegen szót próbáltam egy magyar szóval helyettesíteni, akkor ez egyébként Pálné Kovács Ilona akadémikus asszonynak a találmánya, ő a magyar szó, ő azt mondja, hogy a helyén valóság. Tehát, hogy oda kell telepíteni a hatásköröket, ahol rendelkezésre állnak a hatáskör gyakorlásához szükséges információk. Ezért vagyok én híve például, mert az, hogy egy rendszer ez decentralizál vagy centralizál, ez a sokszor döntés kérdése. Ízlés kérdése, meg vannak centrálisan működő, jól működő demokráciák. Mondom például Franciaországot, ahol a prefektusoknak nagyon erős hatásköre van, de ettől még Franciaország demokrácia. Mm-hmm. Na most Magyarországon, hát itt valami, és egyébként ez az aljadék abban, amit az Orbánék csinálnak. Most a legutóbbi, hogyha kedves nézők figyeltek arra, hogy a versenytörvénybe babrálnak bele, és azt mondják, hogyha valamelyik állami cég nem tudja, nem állami cég, valamilyen magáncég nem tudja a funkcióját betölteni, akkor bizonyos feltételekkel lehet államosítani. Most ez egy nagyon csúnya leegyszerűsítés a szakemberek. Megvásárolja az állam. Hát, így van mondva. Igen. Így van mondva. Nagyon jól mondod, így van mondva. Na most erre azt mondják, hogy Németországban van rá egy példa. A német rendszerben van valami ehhez hasonló, garanciákkal körbebástyázott rendszer, de ők a garanciát már nem akarják. Tehát ez ezért aljadék dolog, hogy mindenre, amit csinálnak, minden disznóságra és minden unortodox megoldásra keresnek egy másik európai tagállamban egy icipici kis morzsát, aminek a környezete persze egészen más jobb környezete, mint amit ők, csak az, hogy emberek, hát nem mondjátok már, hát ezt meg lehet csinálni, hiszen van ilyen Németországban is. Az én vejem versenyjogász, méghozzá kitűnő versenyjogász, tanítja is ezt, és nem magyar ügyvédi irodánál, hanem külföldi ügyvédi irodánál dolgozik, és hát ő nekem elmagyarázta, hogy ez milyen
milyen rettenetes, amit akarnak. Na most ők így működnek Magyarországon ma mindennel. És én azért vállalok most nyilvános szereplést is, nem csak az ATV-ben, hanem másot is, ahova hívnak, mikor erről kell beszélni, hogy megpróbáljam ezt valahogy megértetni az emberekkel, hogy ezt nekünk nem kell eltűrni, mert nem akarjuk, hogy a gyerekeink egy ilyen országban éljenek. Na most az a helyzet, hogy itt az aktív politizálásunknak véget vetek, mert hogy ez a műsor, ez nem ilyen típusú, hanem ez egy csevegő műsor. Akkor arról beszélek, amit kérdezel. Igen, tehát, hogy én értem és tudomásul vettem, amit mondtál, tovább megyek, az sem titok, hogy ezekkel én egyet is értek, de igazából ennek nem ez a műfaja ennek a műsornak, hanem az a műfaja, hogy visszamenjünk ahhoz az eredeti kérdéshez, hogy ha a dolgok ott intéződnek el, ahol el kell intéződniük, mert ott vetődtek föl, ennek megvan a haszna általában, tehát, hogy a hatékonyság az nem sokat veszít az erejéből akkor, hogyha egyébként aprólékosan faluról falura végig van gondolva, hogy mit, hogyan kell csinálni. Miközben látszólag a dolgok egyszerűbben mennek akkor, hogyha azt mondod, hogy így és így döntöttem, és azt végre kell hajtani mindenütt. Tehát, hogy a centralizálás van ezzel szembe véve, ami nagyon sokszor hatékony. Igen, és hogyha, ahogy fölhívtad itt rá a figyelmemet nagyon helyesen, hogy ez egy ilyen csevegős műsor, akkor én azt elmondom, hogy a vezetők, no, pláne, ha valakiből már belügyminiszter lesz, azért az mégiscsak egy tőkesúllyal rendelkező tisztség. Uh-huh. Nem nagyon szeretik, hogy amit ők kitalálnak, arra valaki azt mondja, hogy nem jó. Én saját magamon vettem azt észre, hogy ahogy haladtam előre a hierarchiába, egyre kevésbé szerettem azt, hogyha valamelyik kolléga rámutatott arra, hogy amit ki tetszett gondolni, kedves miniszter asszony, ennek azért van kehéje. Na most, miközben ennél nagyobb haszon nincsen egy csapatban, hogyha persze, ott vannak olyan emberek, akik meg tudják és meg is merik mondani. Tehát a rendszernek olyannak kell lenni, és nekem a kabinetemben olyan emberek dolgoztak, akik nem csak hogy megmerték mondani azt, hogyha valamit, amit én kitaláltam, az nem volt jó, hanem a sarkukra álltak, és azt mondták, hogy ennek ilyen és ilyen és ilyen kockázata van. És én szerintem az a jó vezető, aki tart maga körül ilyen embereket. Meghatároztat-e azt, hogy milyen stílusban működjön például a rendőrség? Mert mondtad, hogy a rendészeti dolgokkal úgy döntöttél, vagy azt gondoltad, hogy nem lesz ezzel semmi probléma, majd aztán a kapitány intézi. Aztán lett. Én megtanultam viszonylag hamar, és voltak, akik ebben segítettek, hogy a rendőrséget másképp kell irányítani, mint egy mondjuk egy frakciót, ahol a demokrácia az tombol. A rendőrségen ott az egyszerűen ez a szervezet arra úgy működik, hogy parancsokat hajt végre. Ott nem lehet demokratikus, ott nem lehet brainstormingot tartani a tábornokokkal, hanem ott ki kell adni világos utasításokat. Ezt én értem, de honnan tudtad? Mert hogy ahhoz a részéhez, a rendészeti munka részéhez honnan értettél volna? Mondok egy konkrét példát, és akkor szerintem érthető lesz. Ahhoz nem kell tudni, hogy működik a rendőrség, vagy hogy kell nyomozni, hogy egy miniszter, amikor ránéz az országos rendőrfőkapitányság szervezeti ábrájára, és látja azt, hogy 10 vezetői szint van, hogy ez egy rossz rendszer. Mondjuk én a szervezéshez, meg a vezetéshez értettem meg, ez a szakmám része. És akkor azt mondtam az országos rendőrfőkapitánynak, hogy kap rá egy hónapot, és kidolgozza azt, hogy van 4 vezetői szint, egy sokkal egyszerűbb struktúra, elvárom, hogy legalább 15%-ot a létszámból ott megtakarítson, és azt a 15% létszámot azt a talpas rendőrökhöz telepítjük. Ekkor indult el ez a látható rendőrség program. Ahhoz nem kell érteni a rendőrséghez, hogy egy politikus tudja azt, hogy az emberek azt szeretnék, hogy lássák, hogy rendőrök vannak az utcán, mert nekik az ad biztonságot, amikor azt látják. És akkor én azt mondtam, hogy kidolgozzuk a látható rendőrség programját. Ezt én találtam ki, ezt én adtam jól hangzik, parancsba. Már emlékszem is, csak hogy mondjam, hogy sikerült elérned, hogy miközben
megszüntettél vezetői szinteket, ott valóságos sarzsik koptak el, vagy nem tudom, lettek elküldve azok az emberek, hogy azt hogy élte túl a te miniszterséged, hogy ilyen döntést hoztál? Egyrészt a rendőrségen belül voltak támogatói ennek a miniszteri döntésnek. Azért ott dolgozik egy csomó, remélem most is, de akkor biztos, hogy dolgozott egy csomó fölkészült ember, akik látták ennek a bonyolult, agyon hierarchizált és agyon szervezett rendszernek a hátrányát. De ott sok volt, tábornok, sok... De attól ő még tábornok maradt, csak kapott egy más beosztást. Én emlékszem, ugye a végrehajtásra adtam időtávot. Ott voltak természetes fogyás, nyugdíjazás, egyéb, lehetett mozgatni a hierarchiában embereket. Nem okozott ez nagyon nagy problémát. Sokkal inkább az okozott problémát, hogy a végrehajtásban, a látható rendőrség programban indított rendőröknek a képzése, mert a létszámhiány volt akkor is, ott a létszámok feltöltése. De nem volt ez egy egyszerű dolog. Mondok egy példát, mert ugye érdekelt, hogy kérdezted, hogy akkor hogy szereztem ott mégis ilyen miniszteri tekintélyt. Volt egy vidéki nagyvárosból egy szociországgyűlési képviselő, aki írt nekem egy levelet, hogy ő azt kéri, hogy az ő megyéjébe, az állomány táblába még tegyünk bele, mit tudom én, mekkora rendőri létszámot. Na most olyan szavak voltak a levélben, amiről tudom, hogy egy képviselő nem tudja, mert az, hogy állomány tábla, meg a rendszeresítés, ez egy normál átlagember nem tudja. Na, ez tuti, hogy a megyei főkapitány írta. Fölhívtam telefonon. Azért az nem szokásos, hogy a belügyminiszter a megyei főkapitányt hívja. Aha. De én mondtam, hogy hívják meg. Jelentkezem, mondta. Na, tábornok úr, merre jár? Jelentem, itt tartózkodom a székhelyemen. De akkor én ránézek a térképre, az körülbelül másfél óra, beül az autóba, és megjelenik az irodámba, végeztem, és letettem a telefon. Ja. Ezek így működik? A rendőrségnél ez így működik? Én nem kérdezed meg, hogy ráére. De nem. Hát ez így működik. Másfél óra múlva ott állt a szőnyegen. Kért engedélyt jelentkezni? Persze. De hát ez egy természetes dolog. És nem ment ez az agyadra? Nem, ez a rendszer része. Én ezt megtanultam hamar. Miniszter azt mondja, jelentkezem. Így köszöntek. Odállítottam a szőnyeg szélére a főkapitányt. Mondtad, hogy milyen jó levelet írt? Nem, a következőt mondtam. Én ezt annyiban másként csináltam, mint az elődöm, mert ahogy hallom, Pintér miniszter úr ezt így csinálja, csak ő ülve. Én fölálltam, én valahogy engem úgy neveltek, hogyha valakivel beszélek és az áll, akkor én is álljak. Bennőként megtehetném akár, hogy fölálltam, és azt mondtam, tábornok úr, ha maga még egyszer egy lobby levelet irat a szocialista országgyűlési képviselővel velem szembe, akkor én magával is elmondtam, hogy mit fogok tenni, ezt a tévében sajnos nem mondhatom el, mert vannak benne olyan szavak, ami nem ide való. Megértette? Jelentem, igen. Végeztem. Meg se engedtem szólalni, kidobtam a fickót, 10 másodpercig volt benne az irodámban. Na most ez lehet, hogy egy normális civil számára abnormális, és az is igazából. De ez a rendszer, ez így működik. Mondok valamit. Ez az ember elkövette azt a hibát, hogy elmondta egy rendőrbarátjának. Aki tovább mondta, 10 perc alatt végig söpört a rendszeren. A kabinetemben volt egy nyugdíjas rendőrtábornok, aki soron kívül kért, hogy bejöjjön hozzám, mondom, negyed óra múlva, és azt mondta, miniszter asszony, jelentem, de most lettél a tábornokok szemében a belügyminiszter. Mondom, miért? Hát mert ezt így kell csinálni. Nem mondom, hogy ez nekem a természetes közegem, de ez egy ilyen rendszer, és igen, én akkor aztán megtanultam, hogy ha valamit akarok, értelmes dolgot, akkor azt parancsba kell adni, és ott megcsinálják. Csevegős műsor, mondok még egy sztorit. A belügyminisztérium épülete az egy bonyolult épület. És én első nap, mikor ott szolgáltam miniszterként, beléptem, akkor el akartam menni az egyik államtitkárhoz, és ott bolyongtam a folyosókon, és eltévedtem.
És egyszer jött egy fickó, civilben volt, de összevágta a bokáját, jelentkezem, miniszter azt mondja, jó, mondom, maga ismerősít, jelentem, igen. Mondom, akkor kíséljen már vissza az irodámba, mert eltévedtem, nem tudom, hogy hol vagyok. Visszakísért. Hát, jó, derültem rajta. Másnap jövök ki, valamit ott a titkárnőmnek mondom, hogy látom, hogy ott áll a sarokban egy férfi. Hát mondom, biztos dolga van, sok ismeretlen ember jött, ment ott, hozták a postát, senkit nem ismertem még. De egy óra múlva kijövök megint ott, mondom, uram, magának mi a dolga? Jelentem, az a szolgálati feladatom, hogyha a miniszter asszony el akar menni a házban, akkor kísérjem. Ha mondtam, ilyen nincs a földön. Ez tényleg így volt. És akkor mondtam a titkárságvezetőnek, Lajos, ezt ne csináld velem, semmi baj nem történik, ha eltévedek, a ház nem lakatlan, vannak emberek, mindig találok valakit. De aztán persze megtanultam a bonyolult folyosókat. És hogy bírta mindezt a férjed? Hát ez egy fontos kérdés. Tehát ilyen miniszter férjnek lenni, az milyen? Hát először is hozzátartozik az, hogy a férjem a protokollt nem nagyon szereti. Korábbi életemben is volt olyan, hogy ugye protokoll... Na, vannak olyan házastársak, akik nagyon szeretik, élvezik, hogy a házastársuk, akár férfi, akár nő, hogy az nagy ember, és akkor ott mellette pompáznak. Ez inkább ugye az asszonyokra szokták mondani, hogy a miniszterné, meg a polgármesterné. Na most ő ezt nem szerette. De amikor miniszter lettem, akkor azt mondta, hogy ha szeretnéd, hogy protokollba valahol részt vegyek, mert úgy érzed, hogy fontos, akkor ott leszek melletted. Tehát például operabálnak voltam védnöke, oda nem megy az ember egyedül oda, nyilván a férjével megy. De azt kérte tőlem, hogy én ebben szelektáljak, és csak akkor mondjam, hogy jöjjön, amikor tényleg az szükséges. Azt tudni kell, hogy a belügyminiszteri informális tanácsülések az Európai Unióban mindig, mikor a fél éves váltás van, akkor mindig van egy informális ülés, és oda hívják a házastársakat. Na, én rábeszéltem a férjem, hogy jöjjön el velem egyszer mégiscsak. Na most, én akkor egyedül voltam nő az Európai Unió belügyminiszterei között. Elindult a miniszteri program, mi mentünk tárgyalni, és kiderült, hogy a feleségeknek szerveztek hölgyprogramot. És szegény férjem most ment az a divatbemutatóra? Így, ahogy mondod, ment a divatbemutatóra, ment az óvodába, ment a nem tudom jóba, és azt mondta, hogy soha többet, édesem, mindent megteszek neked, soha többet hölgyprogram. Hát, miért nem tetted föl, ennyire megmerted, hogy mondjam, ilyen sokat bírsz kockáztatni? Hát, mert nem, azért... De neki azért, de most gondolj bele, az én férjem ügyvéd Kaposváron. Jó tesznek egy divatbemutató. Ő neki egy jó menő ügyvédi irodája volt, van. Most előtte is Kaposváron volt, van? Igen. 8 önkormányzattól volt megbízása, mint ügyvéd. Én lettem a miniszter, ezeket lemondta. Én megkértem, hogy mondja le. Mert hogy ne érje szó a ház elején. Na, pont ilyeneket akartam kérdezni. Nem vállalhatott frekventált bűnügyet, mert a belügyminiszter a felesége. Nem vállalhatott önkormányzatot, mert ha az az önkormányzat kap miniszteri támogatást, másnak megtámadnak érte. Egy csomó mindent nem vállalhatott. Ez megviselte a házasságunkat, ebből volt konfliktus. A férjem azt mondta, hogy valakinek a házastársából lesz valami nagy ember, akkor a másiknak származnak ebből előnyei, neki csak hátránya. Mondtam, hogy sajnos ez nálunk így van. De mondok egy másik példát. Valami 18-20 éves volt az autónk, és akart egy új autót venni. És én egy A4-es papíron oda tettem elé egy listát, és azt mondtam, hogy drága szívem, az az automárka, ami ezen a listán szerepel, az nyert valamilyen tendert belügyminisztériumi, vagy rendőrségi, vagy katasztrófavédelmi közbeszerzésen. Ilyen autót nem választhatsz. A férjem majdnem fölrobbant. Hát az összes márka, amiben ő bízott, mit, Opel, vagy de azok mind nyertek. Így lett Peugeot-unk először. Ez nem szerepelt a listán. Hát az nem volt a listán, a Peugeot flotta. Nem nyert a belügyminisztériumba soha semmi. Tehát meghatározta az életet ezek igen, szerint. Igen, tehát ez neki nehézség volt, és azt kell mondjam, hogyha az én férjem nem ilyen okos ember, és nem ilyen toleráns, és nem kapok tőle ennyi segítséget és támogatást, akkor én nem tudtam volna ezt a munkát végezni, és ez azzal együtt is igaz, hogy nem tudom, hogy emlékszik-e még valaki, de az én férjemet
aljasul megtámadta a Fidesz a kulcsán. Igen, emlékszem valamire. Amiben ő tökéletesen és teljesen ártatlan volt. És engem az mentett meg, hogy én 100%-ig bíztam a férjembe. Mert bejött egy ember, nem mondom a nevét, tudnám, de nem akarok, nincs kedvem újra pereskedni, hogy azzal, hogy a kulcsár az én férjemnek adott x millió forintot, és hogy nekem ezért kell őket megsegíteni, hogy ez ne derüljön ki. És én 100%-ig bíztam abban, hogy a férjem nem fogadott el senkitől pénzt, és én ezt a fickót kivágtam az irodámból. Na most, ha én nekem ennyire a bizalmam megrendül a férjembe, és én elkezdek erről tárgyalászni, akkor mindenkinek vége van. De mit mertél el otthon elmondani abból, ami érdekesség történt veled? Mert hogy a mostani ügyben, ami foglalkoztat mindenkit, Magyar Péter és a volt miniszter feleségének az ügyében, felmerül az, hogy az ember miről beszélhet otthon akkor, hogyha egyébként ilyen különösen védett személy, mint amilyen például a belügyminiszter is. Abban biztos vagyok, hogy államtitkot nem mondtam el neki. Én ezeket komolyan vettem. Abban majdnem biztos vagyok, hogy elmondtam neki olyan dolgot, vagy megbeszéltünk olyan dolgot. Amit nem vihetett volna tovább? Amit nem szerettem volna, ha kiderül. Biztos, hogy volt ilyen. Hát azért gondolj be, 6 évig voltam miniszter. Azért itt annyi minden történt 6 év alatt. És neki is azért volt véleménye. Miközben ő nem függő annyira a közélettől, meg nem is volt olyan ambíciója, mint amilyen szemmel láthatóan van Magyar Péternek. Tehát az én férjemnek nem volt ilyen ambíciója. De biztos, hogy beszélgettünk ilyen dolgokról, ilyen kormányon belüli dolgokról. Mert ő elmondta, hogy neki X minisztertársam az nagyon szimpatikus, Y minisztertársam meg nem szimpatikus, ez mit csinált, hogy csinált. Tehát nem államtitkokat, nem olyan dolgokat, amiből nagy de baj lehetett. De ő meg most is azt mondott, hogy ő mondta ezeket neked, nem azt mondtad, hogy te mondtad igen, neki, hogy neked akkor, ki a szimpatikus. De én akkor erre reagáltam, tehát mi beszélgettünk erről. De egy biztos, hogy az sose jutott eszembe, hogy ő fővenne valamit ebből. Na jó, hát ez persze. De arra gondolok, hogy én szabadon szittam a főnökömet, ha éppen úgy esett, hogy fölbosszantott, tehát hogy a férjed előtt. Igen, a férjem előtt. Az ember a családtagjai előtt, vagy hát mondjuk a gyerek az nem ilyen, de hogy a férje előtt azért mindenféleket mond, ami a munkahelyével kapcsolatos. Igen. És hát közben azzal terhet rak rá, meg hát saját magára is, mert ha véletlenül valami kifröccsen ebből a házon kívülre ezekből a bizalmas információkból, vagy egyszerűen nem bizalmas, hanem csak olyan megjegyzést teszel valakire, aki a te környezetedben mozog, amit kimegy a családon kívülre, hát abból rettentő sok baj származhat. Ez pontosan így van, de hát egy házasságban azért a bizalomnak, legalábbis én azt gondolom, minden házasságban a bizalomnak kell legyen egy szintje. Nálunk ez egy erős szint, és nem csak az, hogy 44 éve vagyunk házasok, hanem már az egyetemen udvarolt nekem, és mi már az egyetem alatt összeházasodtunk. Tehát ez egy régi, sok-sok helyzetben kipróbált kapcsolat. Persze a mi házasságunkban is voltak nehézségek, és voltak hullámvölgyek, amiből ki kellett jönni, és ez nem volt könnyű, meg a gyerekeknek se volt könnyű, amikor én miniszter voltam, de megküzdöttünk ezzel, és én abban biztos voltam, hogy amit én otthon a férjemmel megbeszélek, azt ő nem fogja a kocsmába a cimboráinak elmesélni, és ez így is volt. De azért azt ő néha érzékeltette, amikor ott valaki nagyon okoskodott, hogy én azért többet tudok erről, mint te. És ezt nagyjából el is hitték neki, hát mégis. De volt egy nagyon cuki történet. Én a Vastag Palit nagyon kedveltem, aki igazságügyi miniszter volt még a Horn kormányban, és a felesége, a Liza, aki egy ugyancsak nagyszerű nő, ez tanított engem angolul, egy kiváló angol tanár, és így elég jóba lettünk, és elmentünk egyszer együtt kirándulni, itt valahol a Budapest, budai hegyekbe, ott gyalogtúrára. És hát ott ugye utána leültünk, beszélgettünk, és hát minden szóba kerül, ugye igazságügyi miniszter, a férjem ügyvéd. Azt mondja a férjem, te Pali, ki volt ez a barom, aki kitalálta ezt a gyorsító csomagot a bírósági eljárásunk? Azt mondja Pali,
Én. De az éljük meg az ebédet. Úgyhogy akkor mondtam neki, férjemnek mondtam, hogy édesem, azért lehetnél egy kicsit óvatosabb, ezt tényleg a Pali találtam. Szóval a férjem, jól van, de akkor miért nem kérdez meg egy gyakorló embert? Hát ez egy a íróasztal merről találták ki. Hát neki ez volt ügyvédként a vélem. És ez volt az utolsó ebéd, amit a barátok társaságában töltött. Pali ezt jól fogadta, ő egy nagyvonalú ember, azóta is jó kapcsolatban vagy. De hát egyébként lehet, hogy segített neki az, amit a férjed mondott, nem? Mert könnyen lehet. Kapott egy információt arról, hogy működik a gyakorlatban, ami elméletileg olyan jónak látszott. Olyan érdekes ez, hogy nekem ugye olyan politikus társaimmal is együtt kellett dolgozni, akit nem hívtam volna meg a családi vacsora asztalom. Hát ez minden közösségben így van, biztos neked is voltak olyan kollégáid, akivel szerettél partizni, és voltak, hát akinekkel együtt működtél, mert együtt kellett működni. Na most ez nálunk is így volt. És ugye a férjemnek mindig volt nagyon kritikus véleménye mindenkiről. XY-től, Horn Gyulát nagyon kedvelte, Kovács Lacit nagyon kedvelte, és volt, akit nem kedvelt, ilyen nevet nem fogok mondani. És azt kell mondjam, hogy jó ember ismerő. Tehát az élet előbb-utóbb bebizonyította, hogy az érzékre érdemes odafigyelni. Te, és azt megéltétek, vagy arról beszélt, vagy észrevettette, hogy pusztán a ténytől, hogy te belügyminiszter voltál, a másik két minisztériumnak a vezetését azt most ebből a szempontból nem találom relevánsnak, hogy az megváltoztatta az ő helyzetét, hogy ő hozzá másképpen viszonyultak. Igen. Erről volt szó? Igen, igen. És ezzel hogy bánt ezzel a helyzettel? Mivel ő akkor Kaposváron volt, akkor is Kaposváron volt, azért ott a mikrokörnyezetben ő jól ismerte a szereplőket. Tehát pontosan tudta, hogy ki az, aki azért kedvesebb most vele, mert ettől valamit vár, és ki az, aki meg nem. Tehát volt olyan például, akit meghívtak Kaposváron, hogy mindenképpen szeretnénk, ha kijönnétek a Desedai házunkba a feleségeddel együtt, és egyeztessünk időpontot. És akkor a férjem a maga módján, mert neki ez a stílusa, azt mondja, tényleg, most jutott ezzetbe meghívni bennünket? 2 éve miért nem hívta? Körülbelül ő így reagált ezekre a dolgokra. Ő jól kezelte ezt, ő neki jó természete van, és azt kell mondjam, hogy azt hamar a környezete észrevette, hogy ő nagyon érzékeny arra, hogyha engem igaztalanul támadnak. Na jó, hát az persze, de úgy értem, hogy nem csak az ebéd meghívások, vagy vacsora meghívások jelentik ilyen esetben azt, hogy valakinek megváltozott a státusza a családból, hanem mondjuk az ő megbízásai is, hogy ajánlatosnak találták, hogy olyanok adjanak megbízást, olyan vállalatok, vagy olyan vállalkozók, akik esetleg jó ötletnek látták, hogyha a belügyminiszter környezetéből választanak maguknak ügyvédet. Volt ilyen is. Volt. Volt olyan megbízása, nem állami vállalattól, mert mi nem járkáltunk azon a pályán, de volt olyan cég, aki kifejezetten azért adott neki egy viszonylag nagy összegű állandó megbízást, mert ettől remélt valamilyen előnyöket. De ő elvégezte a dolgát, amit elvállalt, de ő például soha nem jött haza lobbi ügyekkel. Ennyire ismerjük egymást. Tehát én nem vagyok egy ilyen pénzügyi, gazdasági világban járatos lobbista. Nekem volt is abból problémám, hogy belügyminiszterként nem mindenki szerette a szociknál se, hogy én nem engedtem olyan dolgokat, amiről azt gondoltam, hogy ez nem jogszabály. Igen, ez már a te problémád, bármint hogy a te személyes gondod lehetett, mert én nem miniszter voltam, csak televíziós vezető, amikor nekem is számolnom kellett mindenféle olyan lobby telefonnal, amitől egyébként kivert a víz, és nem voltam rá felkészülve, tehát hogy nem tudtam, hogy egyáltalán ezeket hogy kell kezelni, meg azt képzeltem, hogy ilyen nincs is, de közben van, mégpedig arról az oldalról is, amelyikkel az ember rokon szenvezik. Tehát tudod, mi az érdekes utólag? Azt gondolom, hogy én ebben túl merev voltam. Tehát, hogy ebben lehettem volna rugalmasabb. Most attól, hogy van egy vállalkozó, aki egyébként meg úgymond a mi oldalunkhoz áll közelebb, én találkozni sem mertem vele, főleg a kulcsárúj után. Ami hülyeség volt. Hát azért nem kell, tehát az egyik véglet az, amit most az Orbánik csinálnak. És akkor ezt nem raboznám, szerintem a nézők értik. A másik véglet volt, amit én csináltam. Szerintem valahol a normális
Nem azt mondom, hogy elvtelenül kellett volna nekik közbeszerzést nyerni, vagy megbízást adni, nem. De hogy attól még, hogy normálisan kapcsolatot tartsunk, hogy beszéljünk dolgokról, hogy én meghallgassam, hogy szerintem mi jó, mi nem jó. Tehát, de ez a világon mindenhol így van. Tehát amikor én belügyminiszter voltam, akkor engem rendszeresen meghívott ebédelni Csányi Sándor, hogy beszélgessünk a világ dolgairól. És igen, beszélgettünk olyan dolgokról, mert az ő meglátása egy bank tulajdonosa, vezérigazgatójaként érdekes és fontos meglátás lehet sok szempontból. És másokkal is találkoztam. Az más kérdés, hogy utána mi a következmény. Szerintem Csányi Sándor a legjobban informált ember a magyar közéletben egyszer mindenkorra. Szerintem is kapcsolatot tart nagyon tudatosan mind a két oldallal. Hozzáteszem a mai napig. Az összes oldallal, nem mindig volt csak kettő. Igen, azt hiszem ez a jó. És egyébként pedig az, hogy az ember, egy olyan pénzügyi nagyságrenddel ebédelhet, mint a Csányi Sándor, azért az nem lehet rossz. Mármint, hogy neked is tágult tőle az ismeret, persze, anyagod a világról, gondolom. Persze, persze. És nekünk volt nagyon fontos szakmai témánk is. Tehát ő például, amikor az önkormányzatok megalakultak, akkor ugye az OTP az piacvezető lett rögtön, hát persze, hát ő akkor már ott volt előtte a tanácsoknál. És akkor ugye elindultak más bankok is, a Raiffeisentől kezdve, bocsánat, nem szabad itt bankokat mondani, nem tudom, hogy milyen bankok szponzorálnak benneteket. Semmilyenek, de hajrá! Na, akkor nyissuk mostantól ki. Mostantól a Raiffeisen fog meg, nem tudja. Igen. És akkor ugye például a Csányi fontosnak tartott, hogy beszéljünk arról, hogy én hogy látom, hogy mi az önkormányzatok számára fontos, hogy milyen szempontokat vesznek fel. Tehát nem azt kérte tőlem, azért neki ennél sokkal több esze van, meg nagy formátumú az ember, hogy most én XYZ várost toljam be a fősemerőt. De arról beszélni, hogy az önkormányzatoknál milyen szempontok vannak, hogy nekik mi a fontos, hogy én mit gondolok erről, és akkor én is faggattam őt, hogy és mit tudnának még ajánlani, hogy milyen irányba lehetne a szolgáltatásokat fejleszteni. Hogyne? Ezek szerintem fontos és jó beszélgetések voltak. Sajnálod, hogy vége van a miniszterségnek? Mert azt mondtad, hogy szeretsz vezetni, és ez nekem annyira tetszett, mert hogy ezt nem hallottam még senkitől, hogy igazából aki miniszter, az annál már csak a miniszterelnök több ebben a rendszerben, vagy az elnök, hogyha elnöki rendszerről beszélünk, hogy egy területet teljes mértékben, ha kedvesen akarok fogalmazni, akkor a saját koncepciód alapján fejlesztetsz, ha kevésbé kedvesen, akkor az van, amit te akarsz, hogy te uralod. Nekem meggyőződésem, hogy bölcs az a rendszer, amelyik maximálja az első számú vezetői pozícióban eltölthető időt. Igen. Ez rettenetesen fárasztó, rettenetesen nagy energiákat vesz ki az emberekből, és meggyőződésem, hogy egy idő után torzító is. Tehát, hogyha egy vezető környezetében nincsenek olyan emberek, akik kontroll tudnak gyakorolni, márpedig, hát most Magyarországon szerintem ma ez a helyzet. Na jó, van, amikor például a frakció megmutatja az erejét, hogy nem vesszük föl Svédországot a NATO-nak. Tehát van ilyen azért, szerintem. Álmatlan éjszakákat okozott Orbán Viktornak ez, hogy a frakció itt szembe ment vele. Abba hagyom az ironizálást, szerintem a nézők pontosan tudják, hogy miről van szó. Az nem jó dolog. De hogy a kérdésre adjak választ. Tehát én nagyon hálás vagyok azért, hogy én 6 évig miniszterkedhettem, és az első 4 év volt a legizgalmasabb. Utána, amikor Mesterházy Attila, a Magyar Szocialista Párt elnökeként elküldte az én generációmat a szocotthonba, akkor az már látszott, hogy mi nem fogunk szerepet játszani. Hozzáteszem, ebben semmi sértődés nincsen. Aki nem tudja azt, hogy a politika az úgy működik, hogyha új főnök jön, akkor hozza a saját csapatát, az menjen el más területre, mert az nem tudja az alapdolgokat. Nekem az a bajom, hogy Mesterházy Attila Lendvai Ildikót lecserélte Bangónira. Tehát, és nem akarom a Bangónét megbántani, de nincs egy súlycsoportban Lendvai Ildikóval. Szerintem ezt ő magáról is tudja. Ugye én akkor kikerültem a politikából,
és nekem írtózatos szerencsém volt, mert a Hajdú Laci barátom a 15. kerületben megnyerte a választást, az önpolgármesterséget, nem volt többsége, és fölállt a jegyző. És én akkor azt mondtam, hogy nekem ezt küldte a Jóisten. Mert hogy nekem ez a szakmám, és amit nagyba csináltam, azt most az utolsó ciklusban ilyen levezetőként kicsibe csinálhatom. És ez olyan jó volt? Az leges-leges legszebb szakmai 5 évem volt, 244 fős apparátus, mint egy kis ékszerdobor, mindenkit ismertem. Azokat az embereket, akiktől láttam, hogy nem tudják teljesíteni azt a követelményt, amit én elvárok, azokat kicseréltem, nem embertelenül, közös megegyezéssel, emberségesen, szépen, egy iszonyú jó hivatal csináltam, ami annyira jól működött 1,5 évet, na, akkor beleraktam a melót 1,5 év alatt, utána annyira jól működött, hogy napi 3-4 óra jegyzői munkám volt, a többi munkát azt más hasznos dolgokkal töltöttem, például a polgármesterrel leültem, és stratégiát gyártottunk, tanítottam az egyetemen, nagyon szerettek, és ott is vezető voltam. És mondok egy példát, hogy értsed. A Budapest területe, Budapest nagyváros fejlődni akar. A Perem vidéken azért nem tud fejlődni, mert nincs infrastruktúra. Tehát ha lesz infrastruktúra, fejlesztés, csatorna, ivóvíz, egyéb, akkor lehet tovább fejlődni, lehet építkezni, lehet lakótelepeket, stb. Építeni. A 15. kerület északkeleten a határa Budapestnek. Ott ez az infrastruktúra bezártság, ez egy nagy probléma volt. A Hajdú László polgármesternek régi vágya volt, hogy ott legyen csatornafejlesztés, hogy fejlődjön a város, a kerület. És nem mondom el hosszasan, nekem az volt az örömöm, hogy én kitaláltam, hogy ezt hogy tudjuk megcsinálni. Ehhez kellett politikai trükközés, mert a Lacinak akkor nem volt többsége, ehhez kellett szakmai trükközés, ehhez kellett a Tarlós-féle főváros, ehhez kellett pénzügyi konstrukció. Én ezeket a projekteket menedzselni nagyon szerettem. És én akkor ezzel foglalkoztam, és ma már működik, 15. kerületben megvan a csatornafejlesztés, már megcsináltuk. Na ezért jó vezetőnek lenni. Van eszközöd valami klassz, jó dolgot csinálni? És nem maradtál még egy körben? Nem maradtam. Elég volt? Hát egyrészt én ezt ígértem a Hajdú Lacinak, másrészt pedig ugye Németh Angéla polgármester asszony, ők egy nagyon rendes baloldali klassz ember, ő egy kicsit más gondolta a vezetésről, mint én. És nagyon szépen köszöntünk el egymástól. Én döntöttem így, tehát én úgy gondoltam, hogy ez szép volt, jó volt, ez egy új ciklus lesz. Nagyon szépen köszöntünk el Németh Angéla polgármester asszonytól, kitüntetést kaptam, amit nem csak a baloldaliak szavaztak, mert volt fideszes is, aki megszavazta a kitüntetéset. Azért ez valódi teljesítmény. 5 év alatt egyetlen egy törvényességi felügyeleti intézkedés nem kezdeményezett a kormányhivatal, amíg én ott jegyzősködtem. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy szakmai teljesítmény, és nagyon szerettem. Hát nagyon jó történeteket mondtál, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, és annyira bírtam ezt a szerettem vezetni. Akarsz még vezetni valamit? Most ez egy nehéz, hirtelen jött kérdés, nem tudom megmondani. Ha valami úgy adódna, nem hivatali, tehát az biztos, hogy ilyen állami tisztségbe, önkormányzati tisztségbe nem akarok már menni. Azért nem, mert egyrészt ahogyan ez ma működik, azzal nekem nagyon sok problémám van, és azt én nem akarom. Tehát se a közigazgatás nem működik rendesen, sem a politika nem működik rendesen. Nem tudnék jót csinálni, mert kezem lábam le lenne kötve ez az ostoba szabályok, meg a rendszer diszfunkcionálása miatt. De ha például lenne egy olyan civil szervezet, amelyik valami jó dolgot csinál, és azt mondják, hogy na gyere ide, és akkor állj az élre, mert neked van ehhez képességed, valószínűleg akkor nem ugranék el. De nincs ilyen most a Tarsolyomban. Nagyon érdekes ez. Jól van, hát akkor kívánom, hogy legyen egyszer csak a Tarsolyodban valamilyen, hogy még csinálhass valami jót. Köszönöm. Én megköszönöm a figyelmet, heti Égbüfé jövő héten is lesz, nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra!